Az volt az érzésem, mint amikor tudod, csatlakoztam, hogy itt olyan ilyen gördeszkás, vagy görkoris csapathoz, tinédzser koromban, tudod, hogy így, így érzed, hogy nem tudom, mit fogunk csinálni, de te, tök teljesen jó lesz, jó, jó itt lenni. <Szorítan> Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Telexoftware Orfői külön kiadásán. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. A mostani beszélgetés a Vasfutik zenekarral fog történni, pontosabban Likó Marcellel és Herold János Janka. Sziasztok! Hello! Hadd kezdjem azzal, hogy még mindig nagyon fura érzés nekem az, hogy, hogy, a a Vasfutik zenekarral interjúzom, és mi a Marcellal nem beszéltünk szerintem még soha a Janka sokat, és nekem azt szokni, hogy te a Vatfutik zenekarnak a most már a két éve, vagy a tagja? Hát, ja, ez a második szezon, igen. Uh -huh. ja. Hogy te mégis egy ilyen kísérleti elektronikus zenei pluszer vagy, és a Vatfutik pedig egy ilyen idézébe tradicionálisabb rockzenekari felállás. Neked milyen volt bele kapcsolódni ebbe a projektbe, és szép lassan egy ilyen zenekarnak a részévé válni, úgyhogy te azért mindig is egy ilyen nagyon underground, nagyon réteg zenét képviselő producer per előadó volt -e? Egyrészt szerencsés együttállások, másrészt meg volt személyes indítatás, vagy próbálom ilyen röviden összefoglalni a szerencsés együttállás, ez az valójában azt jelentette, hogy a Marci mindig is kísérletező ö, szemléletű karakter volt, szóval amikor megkeresett először azzal, hogy ének effektezést, meg processinget tanuljon tőlem magánórában Abletonban, mert hogy így talált meg, hogy a Google-be beírta, hogy Ableton, és akkor van egy, -egy jó sztori, hogy volt egy kopasz meg egy rasta, és akkor vagy jobban bízott a rasztába, úgyhogy akkor engem hívott föl, és akkor mutattam neki egy pár dolgot, és kiderült gyorsan, hogy, hogy igazából a, az Experimental elektronika az nagy közös metszetünk, nem tudom, az FX a Nine Inch nails a nem tudom, a Montobinik. tehát hogy ezek az ilyen fura hangzású, csavaros dolgok, ezek érdekelnek minket, szóval hogy ez mindig is megvolt benne, és aztán szép lassan belefolytam a lemezmunkálatokba, aztán így benne maradtam ebbe a sztoriba. Az én személyes indítatásom inkább az volt, hogy az elmúlt években a, a saját projektjeim azok nagyon-nagyon szabadok voltak, ami általában nekem megengedte azt, hogy nem kell pontosan megtanulnom a saját témáimat, mert improvizálok meg az én projektem, hogyha én szarul játszom, akkor azt az én szorul játszom, kit érdekel, azt csinálok, amit akarok. És uh, egyfelől, mivel a Marci, Marciékkal egy marha jó társasági élmény volt megcsinálni az elválaszt lemezt, azt gondoltam, hogy uh, megcsellendzselném magam azzal, hogy, hogy beszállok egy olyan hosszú hisztorival rendelkező uh, zenekarba, ahol bizony így dolgokat meg kell rendesen, nem lehet elkamúzni, mert az az X ezer ember, az konkrétan nálam jobban ismeri a számokat, amiket játszunk, szóval azt gondoltam, hogy itt az ideje így magamat belerakni egy ilyen szakmai ö, új ö, challengebe. Úgyhogy valójában minden abba az irányba vezetett, hogy amikor a Marci megkérdezte, hogy lenne -e kedvem, akkor, akkor miért nem mondjam azt, hogy vágjunk bele. Úgyhogy röviden így alakult ez. Marci, hogy néznek ki a janknál a, a magánórák? miért érezted úgy, hogy neked egy ilyen, hogy is mondtad, Jank, hogy egy ilyen vokál effektezésre kapcsolatban voltak kérdéseid, ez hogyan merült fel nálad? Hát ez úgy volt, hogy már kezdtünk kiszeretni egymással a, a többiekkel, vagy hogy, hogy, mondják ezt fokosan, de hogy már nem, nem volt akkor a jó szerelem a zenekarban, és hogy vagy már képtelenek voltunk megoldani együtt dolgokat, és hogy mivel én világéletemben utáltam ilyen szoftvereket kezelni, ezért, de Mégis így ráfanyalódtam, és akkor így megkivágtam, hogy akkor Ableton jó, és akkor így dolgozgatom rajta, vagy dolgozgatok rajta, de hogy így... Már így, ott már így olyan viszony volt belül a zenekarban, hogy már nem igazán kértem inkább segítséget senkitől. És ugye ezért volt az, hogy én én odafordultam inkább. Azt, azt nézegettem, hogy ki tényleg ennyi volt, csak hogy Google a barátod, beírod, és akkor legyen a hajó. Akkor te nem ismerted a janknak előtte a zenét se? Nem, én semmit. Na, és bu én buborékban élek. Tehát a, a, pont azt beszélgettük az autó, mondtam, Bak, ti hallgattuk magyar zenét, hogy így, tudjátok, hogy milyen zenekarok vannak? Már én semmit. Tehát, nekem gőzöm nincs semmiről. Anya van, hogy van egy Spotify előfizetésem, és akkor az, az, az amit így feldob nekem a Spoti, azt így meghallgatom, és akkor kiválogatom, hogy mi az, ami így tetszik, de hogy így... És régebben még olvastam mondjuk újságok, hogy zenei újságokat, de hogy most már talán már az sem. Ja, te ismerted a, a zenéjét? Előtte? Hát egy számot, ugye nekem senki, azt vágtam, de én a, a, a tavalyi park, park, és amikor már elkezdtünk együtt dolgozni, tehát majd már a lemezen, amikor dolgoztunk, akkor sem néztem utána, hogy mi volt az előtt, mert igazából nem volt jelentősége, tehát hogy meg volt a, a vízió, hogy milyen irányba menjünk, és egyszerűen nem, nem gondoltam erre, hogy meg kéne néznem, hogy az elmúlt 15-17 évben így mi volt, úgyhogy nem néztem meg, Uh, hát amikor meg kellett tanulni, akkor nyilván igen, akkor muszáj volt. Uh, de amúgy a, a fun fact, hogy van egy ilyen ezer éven nem játszott ugye Schlegere zenekarnak a Sárga Zsiguli, amiről én még a tavaly már koncerteztünk, és talán még szerintem már a harmadik, negyedik koncertnél jártunk, és én akkor még mindig azt hittem, hogy ez a szám az amúgy, ez belga szám. Nem kellett gender, nem kellett hó, egymással enni csak az volt a jó, csak Zedék csavaros után, Így a helyi vagány És így tehát én nagyon alapvető infok nem voltak meg a arra kapcsolatban, nem, nem is volt igazából jelentőség. Egyébként a sárga azért tök jó példa, mert... mert Azt o... meg felhoztam. Igen, Na, ö, 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 fel volt, én mindenképpen felhoztam de. volna, csak kicsit később, ö, de most már akkor viszont térünk térünk ehhez, mert hogy ahogy én készültem erre a beszélgetésre. Kettő van erre abszolút gyors leszek. Szóval, hogy a erre a beszélgetésre, én végighallgattam az életművet, és, és ezt te is mondtad egy interjúban például, hogy azért a, általában azokra a számokra emlékeznek jobban az emberek vadfruttiktól, ami kicsit szomorúbb, vagy, vagy sötétebb, vagy, 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 ilyen ilyen traumatikusabb élményekről szól, a sárga zsiguli az nem ilyen. És én most meghallgattam a számot mostani füllel, és azon gondolkodtam, hogy te még tudsz így azonosulni azzal a, a dallal, azzal a, mert hogy kb. ez egy ilyen regi -szerű dal, és te azért ilyenkor múlva játszottál szkálzenekarba, doboltál szóval, nem áll annyira távol ez a műfaj szerintem, de hogy azt, hogy nem ezt a számot ezek szerint, és ez, ez, ennek mi az oka? Hát, az... biztos hallottad már, tehát így tudod. Szerintem a szóljál már mutárnak dobjon ezt, hogy a pénz ez egy kurva jó ja, igen, rész. Az, az, a többi egy... kicsit, ami nekem olyan billagés. Az, az, egy jó bemondás, de hogy így nyilvánvalóan azért, mert hogy nem, nem illik a repertoárba. Tehát, hogyha sok ilyen dalunk lenne, akkor, akkor az, az így működne. Meg hogyha mi lennénk a belga, akkor biztos működne, de hogy így... Mondjuk azért lássuk be a sárga zsiguli szövege, meg egy belga szöveg azért nincs pariban. Szóval, hogy ha, ha, ha. Az olyan, mint amikor a Coldplay-t összehasonlítod a Radiohead-del. Szóval, hogy az, az, nem ugyanaz. Az a két macska, nem tudom, láttátok ezt. Vagy a Coldplay macska az ilyen. Na, szóval, hogy, hogy ez, ez, ugyanaz. Úgyhogy ilyen miatt ez így nem kerül be arra. Nem, nem tudok. Nem tudok már. Vár persze, egy aranyos volt, meg igen, én ott voltunk, meg vicces volt, meg sok manúcsa ott hallgattam, és hogy ez ha, 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 De hogy most már akkor annyira nem ha, ha, ha De cuki, igen. Olvastam olyat tőled interjúban, hogy amikor a, a köztük a Sága miatt is a vasszúttik elkezdett ismertebb lenni, akkor ö, nagyon sok negatív kritikát kaptál az akkor még viszonylag nagyobb magyar zenei sajtótól, és hogy elvileg te akkor ilyen dalszövegírási tanácsért is fordult el más magyar zenészekhez. És ez, ez tök érdekes, mert, mert ö, azért a, a, a művész emberek viszonylag ritkán ismerik azt el, hogy az ő alkotásukhoz kell külső segítség. Te miért érezted úgy, hogy, hogy, másokhoz kell fordulni a szövegírásba, és kihez el? Hát a rövid válaszom csak annyi, hogy próbáltam fejlődni. De hát, hogy ez nyilvánvalóan ilyen, nem? Tehát, hogy, ahogy így mondtam, hogy ugye én Várpalotán laktam, meg ott Veszprém megyében éltünk, és ugye egyszer csak ez így kikerült, és meghallgatta, hogy nagyon sok más ember. És hogy oké, okay, egyébként pont erről beszélgettünk az autóba, hogy mondjuk az is egy fajta habitus, aki így írogat az internetre. Úgyhogy akik így írogattak az internetre, főleg azt mondták, hogy ez nem jó, és hogy a, az importon szindrómámat ez azért így megtámogatta, úgyhogy akkor én biztos nagyon rossz vagyok. Úgyhogy hogy emiatt aztán így nekiálltam, mi akkor már szerintem körbe az országot egyszer vagy kétszer, és akkor nagyon jobban vagyok a mai napig a Begzolival, Úgyhogy én az kérdezgettem, te Zoli, hogy a picsába kell ezt csinálni? És akkor mondta nekem, hát hogy úgy, hogy, a, hogy, akkor a végén ne az alanyra rímeljen, az alanya nem próbáld meg, hogy az alanyra rímeljen az állítmány. Va! És akkor kb, kb. volt, és mindig találkoztam valaki a lovasi. Te, Bandi, te, te, mi, te mit írnál oda? Hát mit írod azt, hogy... Na, azt írod, a, írod, azt, hogy nokedli. De most tök béna, Bandi, ezt nem írom oda, hogy nokedli. Írja oda valami más szót. Úgyhogy így. Így, így, történt ez, hogy mindig aki szembe egyedi Peti, Peti, te szerinted ez így jó, ez így jó, várja, ki vannak a számolva a szótagok, micsoda van ki számol? És hogy, 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 ez. Ez mennyi ideig tartott ez az az időszak, hogy te oda mentél más bájszerészekhez? Léci, nézd már tudod a szövegemet. Sokáig. Sokáig tartott, és akkor utána volt az, hogy összeismerkedtem Jánossal, Géci Jánossal, és akkor ő és hozzá egy átjárogattam, az az, 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 mondjuk az erős volt, ez a Hannibal lekterhez így megérkezem. Az egy az a hangulat, hogy átmentem, és akkor szerintem ez egy jó szöveg, János nézünk is néz. Jézus már, hát ez rettenetes! Ez nagyon-nagyon rossz! Ez nagyon rossz! És az aztán kellett még jobban, ez, szükségem van az ilyen visszajelzésekről, hogy lehetőleg a földbe döngöljön valaki, mert egyébként is így mondtam a fiúknak, hogy, hogy egyetlen egy parám van, Azután, hogy ittam, hogy reggel felkelek, és azt hiszem, hogy vajon kit bántottam meg és ez mindig így vapor, Remélem, hogy nem bántottam meg senkit. Úgyhogy itt, amikor ez nagyon rossz, ú, haz haza, sírás otthon. Á, nem, nem, nem nekem való ez. Volt olyan -e időszak, amikor viszont már önbizalmat tudtál dalszöveget írni, meg nincs, nincs, olyan időszakon. Tehát most is mondtam a fiúknak, hogy én most pont így átgondoltam valamit, hogy ez most ne úgy legyen, hagyjuk ezt a magyar altervalóságot, és akkor ebből most kilépünk, és hogy másfajta zenék, meg folyamat zenék, meg nem tudom, és mondtam, hogy nekem nekem is át kell értékelnem a viszonyomat magával a dalszövegírás, hogy ne akarjuk megírni a századik emesét, már újra légy szíves, hanem legyen valami más, hogy, vajon hogyan lehet úgy dalszöveget írni, hogy, hogy nem épül ezekre a, magyar alter klisékre, kvázi. Ezt így hogy lett megvalósítani, és mondtam, hogy rohadtú félek ettől, tehát, hogy mint egy kútba néznék. A amikor olvastam a veled készülő interjúkat, meg portrékat, akkor az egyik ilyen nagy megvilágosodásom az volt, mert hogy hát tök érdekes, hogy a nekem semmi sincsen, az egy elektronikusabb hangzású dal, mikor az először megjelent, 2006 5 körül? Valószínűleg igen, hogy emlékszem arra a klipre ment a tévébe, egy egész magas rotációba, és néztem azt, hogy, hogy wow, hogy ez vajon egy zenekar lehet, vagy ez egy producer, aki, és aki én azt, hogy, az, hogy nem tudtam se egyértelműen rockzenének hívni, és egyértelműen eltűnik zenének hívni, valahol a kettő között. És akkor, amikor olvastam rólad, akkor volt az a rész, hogy te szombat helyen illegál partikba jártál. Szóval te gyakorlatilag benne voltál a 90-es évek végi, 2000-es évek elejé az zenei szintérbe. Jól érzem azt, hogy az volt, ami annyira hatott rád, hogy mára a a a hangzása egy sokkal szerintem jóval eltonikusabb, mint mondjuk a kezdeteknél volt? Biztos. <laughs> akkor olyan kicsit beszélgessünk a potméterekről, mit szólsz egy picit. Szóval, hogy akkor inkább itt teszem fel a kérdést, hogy, hogy, hogy akkoriban milyen volt az elektronikus zene, és mik azok az elnek, amiket szerinted átmentettél a mai dalszerzésedben. Inkább erre voltam kíváncsi, mert azért a ezet forduló környékén szerintem rengeteg tánzenei műfaj már eléggé jelen volt Magyarországon a Dream Bass től a Goánát, a Breakbeat, vagy akkor meg nem van a Big Beat is például. Ö, és hogy nálad érdekes módon így egyiket tudom egyértelműen megtalálni, viszont mindegyikből, mint hallanék hatásokat, és ezért érdekel, hogy te milyen elektronikus zenén nőttél fel, mi az, amit mondjuk inspirációként tudsz mondani? nagyon kicsi gyerekként én csak ilyen szintetizátoros zenéket hallgattam, mint a Jean-Michel Zsár, vagy a Kraftwerk, vagy ilyesmi, és nekem nagyon, nagyon fura is volt az, amikor először bekerültem egy ilyen lakótelepi bandába, és akkor a kékháznak a pincébe le lehetett menni, és akkor ott a fiatalok összegyűltek, és együtt hallgattak zenéket, és hogy nekem nagyon-nagyon fura volt az, hogy lejött valaki, és akkor azt hiszem, hogy Ace of hallgattak. És volt ez a szám, az, oh, that she wants. és így hallgattam. Ez egy jó szám. szám. Igen, és az, 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 az jutott, hogy hogy lehet ennyire szarzenét hallgatni, bazzai? Jézus Mária, mi ez? Mi ez az egész? És hogy igazából kb. A mai napig így vagyok a popzenével, hogy így jön szembe, hogy így tudom, hogy ez a világnak a része, és tudom, hogy emberek ennek örülnek, vagy emberek ezen is szocializálódtak, de hogy igazából, hogy annyira sose közel. közel. Tehát az volt, hogy valakikkel együtt dolgoztam, és hogy én a többiekhez idomulva készítettem el valahogyan aztán a, zenéknek bizonyos részét, hogyha én írtam a zenét, vagy a szöveget, vagy a szöveget készítettem úgy el. De hogy így sose volt egy ilyen nagy, nagy egymásra találásunk a popzenével, és hogy valószínűleg most az történt egyébként, amikor Jankal így összeismerkedtünk, hogy mivel neki sem túlzottan, ezért így megtaláltuk a közös metszetet. Nem, hogy ez a, nem annyiban nem igaz, hogy, hogy a, Uh, én, én, tudom szeretném amúgy például ezt, a, ezt az Ace meg én, mit én, szeret, persze, meg én szeretem az Emergency house meg ilyenek, szóval én ezt, ezt ha, ha az Acid az, az house rész abban a, a hát házban, az az jó. Az nagyon durva. 158 BPM-es popzen, ez milyen? Nagyon durva. Uh, de hogy amúgy én ezeket így meghallgatom meg a tínédzser koromban, csak az, azt mondtam mindenkinek, hogy nekem ez nem tetszik, de amúgy meg tetszett. De, ja. És Jank, amikor ő, így egyre többet kezdtél Marcékkal dolgozni, és ugye nem még dumáltunk is, hogy így külözgettem a számokat a újabb leme a lemezetekről, hogy, hogy, így, na Jank, tudja, hogy ebben már tekezett munkája benne van, mert ezt felismerem, és tényleg az van, hogy, hogy azért szerintem van egy-két olyan szám az elválasztón, ami nagyon radikálisan eltér mindentől, amit eddig hallottam. Nyilván voltak ilyen elektronikus újragondolásai újra, újra gondolásai a számaitoknak, stb., de hogy, hogy azért azt éreztem, hogy itt egy nagyon erős váltás történt. Te hogyan álltál hozzá ahhoz, hogy azt gondolom, hogy Marcnak volt egy ilyen vágya, hogy kicsit ilyen irányban isson Ezt hogy kell elképzelni kettőtök között ezt a kommunikációt, hogy ennyire megváltozzon a, a az a Ugye nekem abban a, abban a munkában nem volt kvázi felelősségem, mert hogy nem voltam tagja a zenekarnak. Az én feladatom az volt, hogy, a, hogy valójában a mivel Marcinak volt a legerősebb a kreatív víziója, az ő az ő világát segítsem megszületni. Tehát, hogy igazából ez egy, hogyha csúlyán akarnék fogalmazni, alkalmazotti helyzet volt, de olyan alkalmazotti helyzet, amiben viszont nagyon otthon éreztem magam. Szóval minden, amit csináltam benne, az az önazonos is. Szóval az elválasztó minden track, ami van, azt saját trackként is publikálnám simán. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés ilyen, ilyen alkalmazotti helyzet volt. És ö, valójában addigra már amúgy egész, tehát hogy álltak olyan szinten a számok, hogy látszódott, hogy melyik lesz finomabb, melyik lesz agresszívabb, melyik lesz hangszeresebb, melyik lesz elektronikusabb, de az érződött, hogy, hogy, hogy van egy ilyen Release the Kraken, vibe. Tehát, hogy, hogy van, -e, van -e az, hogy most ennek a lemeznek, ennek egy nagyon széles palettát át kell fogni. A marci van, rengeteg ötlet és energia van, ami, ami nem tudott eddig megszületni, és eljött egy olyan töréspont, ahol, ahol ez most már ilyen Tarthatatlanná vált, és meg bármi áron gyakorlatilag, bármilyen rizikovállalás mellett ennek meg kellett ilyen formában születnie, és, és én ezt eleve szeretek picit így nyilván szembeállni dolgokkal, eleve szeretek kockáztatni, meg eleve szeretek úgy dolgozni, hogy, hogy azt érzem, hogy meg fogja lepni az embereket, hogy ez az, az elvárásokkal szembe megy, ez nekem mindig jó jó tűz, vagy jó ö, inkább széna a, 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 tűzbe, szóval ez így ö, inspirált, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag így ezeknek a, ezen vázlatok mentén, meg, a, meg, ö, meg nagyon sokat beszélt, legalább annyit beszéltünk, mint amit így dolgoztunk amúgy, hogy egy-egy, hogy, egy, egy, hogy ne csak ilyen technikai sorír legyen, hanem ezek továbbra is dalok legyenek. A dalok szövegezése, hangulatvilága, meg érzelmi világa az indokolja azokat az experimentál döntéseket, amiket Chang szól, ne csak ilyen experimentál csak azért, mert experimentál. És ez nagyon sokat járattuk, beszélgettünk ezekről a sztorikról, emlékekről, hangulatokról, megérzetekről, amik a szövegek mögött voltak. És akkor ezt így szűrögettük át, és hát ja, ne, ne elég sokat dolgoztunk rajta, sokat személyesen, és meg távba is, de de kialakult ez a nagyon jó ilyen ö, konstruktív, ö, szabad kommunikáció is ö, közöttünk, ö, meg ilyen végtelen bizalommal, meg alázattal, meg jó gyorsan, mert tudtuk, hogy mit akarunk igazából. Marci, hogyan fogadta szerinted a, a közönségetek ezt a szerintem radikálisabb váltást? Mert azért viszonylag sok lemezetek van, azt hiszem 8 számoltam össze, de lehet, hogy pontotlan vagyok. Ö, de hogy azért azt éreztem, hogy ahogy hallgattam őket, végig azért volt egy ilyen egy folyamatossága a változásban és ehhez képest az elválaszt szerintem egy sokkal erősebb váltás, és azért a ha egy zenekarnak van már egy image van már egy stílus, van már egy nagy rajongói bázisa, akkor egy ennyire erős váltás az néha megosz, hoz létre a rajongókba. Te mit tapasztaltál? Abszolút. Persze. Hogy ez meg is történt. Ö... Én azt gondolom, hogy, hogy ez létrejöhetett, egyébként a COVID-nak ebben nagy szerepe volt. hogy Ott ugye volt egy ilyen nagyon-nagyon erős izoláció, és ott mondhatnám azt, hogy szerencsére, de egy kicsit furán hangzana, de hogy tényleg az volt, hogy mivel ez meg történt, ezért el tudtunk Gergővel, aki ott áll hátul a sapkában, mert ő a szerzőtársam, hogy Gergővel el tudtunk annyira távolodni ezektől a dolgoktól, hogy nem zavartak már minket, hogy nem éreztük azt a pressziót, hogy, hogy nekünk aztán most mindenképpen kell írni még egy lehetek én is, az meg, mert különben összeomlik a világ. Úgyhogy, úgyhogy, az volt, hogy én, hát, mi lenne, hogyha olyan dolgokat készítenénk, amiket úgy, ami úgy érdekel minket. Hmm. Hogy, hogy szeretnék megmutatni azt, hogy, 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 mi mit gondolunk a zenéről, és hogy, hogy mi az, amikor nem azt próbáljuk így kihozni magunkból, hogy Vajon mire fog a legjobban tombolni a közönség, vagy mi az, ami, ami, ami az, az a mondat, az tutira be fog nekik. Ez régebben szempont volt? Abszolút. Szóval egy ilyen, ilyen, számítóbb a szerző vagy? Igen, aki, mert, aki, Abszolút, abszolút. Abszolút ez régen szempont volt, írjunk még egy slágert, legyen még egy olyan dal. Nem, persze lehet, lehet kísérlet ez ide inkább, ne? Tehát, hogy, hogy ez volt, és írjunk kompakt dalokat az embereknek, ami befogadható, és hogy az legyen, hogy a végén egy, az, az, elején egy oktával lejjebb éneklek, és a végén pedig egy oktával fel. Ez egy klasszikus popzenész hozzáállás szerintem, nem? Az, az, az. Az abszolút az. Igen. Ah, amúgy érdekes, az Ace of meg nem szereted, mert valószínűleg azt is így rakták össze annak idején, hogy ez a legklasszikusabb popzenei hozzáállás az, hogyha figyelsz arra, hogy ma mire fog a közönség reagálni. Viszont az is fura volt nekem, hogy nem tudom, hogy időben jól, jól mondom, -e, de hogy az elválaszt lemez megjelenése előtt után nem sokkal derült az ki, hogy a zenekarból többen is kiléptek, gyakorlatilag Gergővel maradt, maradtatok a addigi felállásból. Ez a zenei, meg mentalitásbeli váltás mennyire játszott közre abban, hogy, hogy, hogy átalakult a, zenekar összetétele? Ez maximálisan, ez a lemez volt az oka igazából ennek az egésznek. Tehát az volt az szóval a... én. Az igen. Szóval még szóval jelent szóval a Jank, és a többieket. Ha van egy jól működő zenekaratok, amit szét akartok baszni, akkor szóljatok. Tud, hozzáért, és így elfeketedett így az Igen. egész. Így az utolsó cég is csődbe ment, ahol felmondtam amúgy, úgyhogy egy uh, ez... Ezt nem hagyom ezt a kérdést még így, így kibontatlanul, így, szóval, lel, hogy, lel. hogy, de hát azért figyelj, ti, nem tudom, hogy az interneten azért sokféle ö, dátum van, hogy mióta léteztek, de lassan 30 éves zenekar, mert egy 96-ot is írnak a Watfruttig alapulásához. Ez 896. Szóval, hogy, hogy lé, lényeg az, hogy egy, egy régi zenekar vagytok, és azért egyszerre ennyi ember kilép az egy zenekarból, azért az egy komoly változás, és ezért ez érdekelne, hogy, hogy hogy nekem az egy kicsit kevés, hogy művészi értés miatt egy ilyen ne, szoros ez, közösség felbomlik. Ez, 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 ez nyilván ez évek alatt jön létre, csak úgy nem kommunikálod kifelé, tehát nem mondod azt, hogy hát most azért mi már nem vagyunk ám annyira nagyon jóban, és akkor azért így eltelnek évek, és hogy hát azért vannak ilyen kapcsolatok, nem, hogy így nem nagyon teszed ki a kirakadba, hogy így nincs minden rendben azért otthonna. Hanem az, hogy azt ott, hogy persze, tök jó, tek, ez egy szép házasság. És a volt egy ilyen egyébként pont a, valamilyen, volt egy buli, és az egyik szülő mondta, hát, mi meg éppen válunk a feleségem. Mi What? De mi? Hogy miért? De hát nem vagyunk ám jóba. Úgyhogy ez ennek arba is így van, hogy így ott vannak a színpadon, nem, nem feltétlenül vannak olyan nagyon jóba. Ez, nálunk elérkezett ez a pont, ez csak így vége volt. És a, szerintem ez egy jó analógia erre, hogy vagy nagyon egyszerűen ki tudom ezt fejezni, hogy már nem szerettük egymást. Tehát, nem volt meg. Nem volt meg a, az, hogy ide jó veled együtt, nem tudom bármit is csinálni, mert hogy nem volt jó már együtt bármit csinálni. Ez ilyen. Viszont azt hiszem, hogy a, akik megjöttek, köztük a jank, de például a Dextert is lehetne hozni, ők viszont mind ilyen technikailag nagyon képzett emberek, szóval hogy nekem az is feltűnt, hogy, hogy olyan emberek ugrottak be viszont a zenekarba állandó takként, akik viszont a szakmán belül mint technikailag, mint profizmus szempontjából elismert emberek. Szóval, hogy hogy nem az volt, hogy be, én azt láttam kívülről, hogy nem session zenészeket vetti a zenekarba, hanem olyan emberek, akiket ismer az egész szakma nagyon régóta. Lehet tudni azt, hogy nagyon sok mindenhez értenek a legmagasabb szinten. És hogy még így is meglepett, hogy azért el tudom képzelni, hogy Jankót vagy a Dextert, már más zenekarokba is hívták, és hogy ők ketten belépnek a Watt az nekem egy ilyen nagyon... Nagy húzásnak tűnt. És az érdekelne, hogy te hogyan vetted rá őket erre. Hát nem nagyon kellett senkinek rábeszélni. Úgy volt, hogy, hogy én morfondíroztam sokat, meg Gergőli te figyelj, kész ki? szerinted kit kéne bevenni? Tehát először is az volt, hogy amikor azt mondták a többiek, hogy ők kilépnek, hogy az minket teljesen váratlanul is ért, mert hogy nagyon nem, nem ez volt kitalálva, hanem az volt kitalálva, hogy, oké, okay, lépjünk egyet valamerre másfelé, majd meglátjuk, hogy mi fog történni, de hogy aztán mégis csak azt történt, hogy hárman kérdezték, hogy Gergő, néztünk egymásra, hú, húhogtunk, hú, én a szerve a mondom, a franc lesz, akkor most mit csináljunk. És hát ugye az lett, hogy így elkezdtünk egy embereket. Akkor kérdeztem a Sajanktól, hogy, hogy, te fia, te azt hát én aztán biztos, hogy nem. Én aztán biztos, hogy nem. De ez volt, és akkor mondtam, a Gergő, fél az nagyon-nagyon fontos, hogy olyan embereket, akikkel így tudunk beszélgetni, jó? Tehát, hogy semmiképpen se akinek itt van fenn a basszusgitár, tudod, meg az, 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 nem jó. Ez, ez fontos volt, hogy. Aha. Ah, hogy így, ne, nem is hogy hogy legyen egy ilyen jó vibe így közöttünk, mert, 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 mert én meg, meg, megbolondulnék azoktól, akik így, hogy ja, nagyon-nagyon jó zenész vagyok, de az meg nem tudunk egy kurva szót váltani semmiről. És akkor az történt, hogy talán először Gábor találtuk meg, a dubost, és akkor mondtam neki, először azt mondtam neki, te, fél, te tök jó, hogy te doboztál, de láttam, hogy te egy tudsz mellette kezelni ilyen kütyüket. És mondta, hogy hát igen, igen, tudok. Tehát nem akarsz inkább lenni a billentyűs, de úgy, hogy úgy hogy egyszerre dobolnál meg billentyűzni. Hát végig is meg tudom csinálni szerint. Ez, a janknak ez is menne szerintem. De nem, ez tök, nem mondtam, hogy ez tök, jó, és akkor volt valami master, vagy nem tudom én mi, és akkor hogy Mentünk a Dexterhez, én nem is ismertem Dextert. És az, akkor már az volt, hogy kéne egy, egy, még egy billentyűs, meg egy basszus, vagy nem, hogy fog, akkor kell egy dobos, igen. És akkor meg kell egy basszus, és mentünk a Dexhez, és akkor jön a Jank egy masterán, és akkor ah, mondom neki egy hülyeség, de fi, nem gondoltad meg, maga? nem akarsz. Mi? Hát tudod, mit? Eljövök bill csúszni? hűzni. Hát ah, tök jó. Gábor, meg hú, de jó, akkor én legalább dobolhatok, is dobolni jobban szeretek. Hát ah, nem szök, és így ülünk, Dexter így, mondom, ah, de csináltam. Na, ah, ma csak egy basszus gitáros kéne, és a Dexter hátrafordul. Én basszus gitározom. Hát ah, jó, ah, mert akkor gyere, szevasz, szeretettel köszöntünk. Szerintem, mit tudom, Marci, hogy hogy, hogy, hogy ilyen emberek így maguktól jelentkeznek, vagy így újra gondolják a, a döntéseket, hogy, hogy belépjenek az a harába. Miközben azért szerintem egy kifejezetten erős karakterekről van szó, önálló jogon is, ismert szakmai múlta. Hát ez kurva jó kérdés, amúgy nem tudok a többiek nevében nyilatkozni. A hát tiedbe kérlek. Ja, az, az, az enyémben azt hiszem a legerősebb, a legerősebb ahogy, ahogy így röviden az elején említettem, és a legerősebb motiváció a, ez a, ez közérzet. Tehát, hogy amikor a marcival dolgozunk valamint, tudod, hogy nincs, nincs semmi, semmi amitől tartanom kéne. Nincsenek ilyen butaságok. Nem szeretek olyan emberekkel dolgozni, akiknek nagyon sok bajuk van magukkal, és úgy csinálok, mintha velem lenne bajuk, és ettől mindig elfáradok. Egy ideig így valahogy így tudod, így próbálom úgy terelni a dolgokat asszertívan, hogy azért mégiscsak, de most már így biztos öregszem, de úgy vagyok, hogy figyelj, húz a picsába, nem érdekel a nyomorod, és azok az, azok az ezt nem érzem, hanem hogy így vagyunk, és és amúgy nehéz döntéseket hozunk meg, mert érted, egy lemez alatt hoz az ember százezer döntést, hogy most ez legyen, az legyen, de de. és hogy ez tök simán megy, mondjuk egy éven keresztül kb, és közben még mellette az ilyen stúdió szünetekben még az élet egyéb dolgairól is úgy beszélhetünk, hogy kiderül, hogy ott is itt teljesen egy lapon vagyunk. Ez egy olyan közeg, amivel úgy vagyok, hogy valójában itt nincs, nincs veszíteni való. Tehát, hogy úgy, ú, így azt gondoltam, hogy, hogy mivel Marcia, a Gergővel már a közös munka során emberileg megismertük egymást, és úgy voltam, hogy ez egy kurva jó társaság, teljesen mindegy, hogy mit fogunk csinálni ezután, az, az, nekem az valószínűleg jól fog esni, szívesen fogok velük bármit csinálni. És nekem ez elég talaj, volt ahhoz, hogy azt mondjam, hogy persze nyomjuk, és onnan, hogy a Dexter meg a Gábor is beszállt onnan, meg aztán pláne biztos voltam benne, hogy itt igazából biztos challenging lesz, meg biztos lesznek érdekes, könnyebb, meg nehezebb időszakok, de hogy ez a közeg, ez a társaság, ez így simán átrobog bármi, ami elénk jön, és ez, ez egy ilyen, az jutott, ez, az volt az érzésem, mint amikor csatlakoztam, hogy itt ilyen gördeszkás vagy görkoris csapathoz tínédzser koromban, tudod. Hogy így, így, érzed, hogy nem tudom, mit fogunk csinálni, de te, te, teljesen jó lesz, jó, jó itt lenni. Neked milyen volt átállni arra a turnézós ritmusra, amit mondjuk egy ilyen nagy és népszerű magyar zenekar képvisel, mert azért te szóló előadóként, producerként, DJ-ként azért tudom azt, hogy, valószínűleg más volt a, a, nyári turné naptárad, mint mondjuk a, a marciéknak, és úgy, úgy képzelem, hogy nagyon más tempót is diktál a mint, mint mondjuk az I Am Young projekt diktált neked eddig? Ja, hát igazából én a, a nyári fellépéseket azokat a, már a, már a lépés előtt nagyjából megszüntettem, mert hogy uh, egyáltalán nem fesztivál kompatibilis semmi, amit csinálok. Én magam sem vagyok fesztivál kompatibilis. Uh, Úgyhogy igazából a nyaraim azok elég nyugisak voltak, emiatt általában így, nem tudom, inkább az oktatással foglalkoztam, vagy egyéb ilyen kreatív kísérleti munkákkal, vagy ilyesmi, és általában a lemezbemutatókat, meg a stúdiózásokat, azokat mondjuk szeptembertől májusig intéztem el. És ebből a szempontból például nulla ilyen timing para volt, tehát hogy ebbe a schedule-be tök jól be lehetett érezteni, hogy a suli is volt, tanítok, ott nyáron kevesebb óra van, úgyhogy amikor a, a fruti gig szempontból intenzív, az simán ott amúgy is egy look volt. Um, és igazából tartottam tőled, hogy, tőle, hogy, tőle hogyha mondjuk megyünk minden hétvégén, vagy hogy akár egy hétvégén többször is, hogy ez nekem mi lesz, mert sosem csináltam ilyet, de őszintén szóval az van, hogy van egy olyan összeszokott háttércsapat ö, beleértve a, a sofőr a hangmérnökön át, a világításig, a menedzsmentig, egy olyan ö, ilyen gördülékeny vibe, hogy tényleg az van, hogy így, mint amikor így szére veszel jegyet, hogy felülsz, és kész, megy. Tehát, hogy Annyit csinálod a dolgodat, és annyi pont elég, nem kell semmi, semmit megmenteni, tüzet eloltani, ezért nem tudom, hanem egyszerűen be vannak így járatva dolgok, amiken persze mindig lehet fejleszteni, de hogy a 25 éves pályafutásom alatt azért nem így, nem így néztek ki a a koncertezések, meg nem, nem hoztál elosztót? Igen, igen, igen <laughs> hogy tényleg azért a hatan beülni egy Suzuki-ba úgy, hogy egy lábdob van az öletbe, és akkor úgy mész le egy, nem tudom, punk fesztiválra, azért az egészen más hív, mint így, hogy, hogy tényleg logisztikailag meg minden, hogy ki van találva lehet. Jó, igazából azon van, hogy nem hangzik túl romantikusan, de tényleg azon hogy, hogy végre életemben először ö, megfelelő munkakörülmények között dolgozhatok. Tehát, hogy az, hogy nem beszél az energiámat, a, az, hogy valami szarul van megcsinálva, vagy kitalálva, vagy nem tudom, nem így gördül az egész, és ez, ez azért elég. Ezt nem tudtam előre, hogy ez ilyen jól működik, de, de így most azért igen, kicsit ilyen Pofátlanságnak is érzem. Mármint, hogy ilyen szerencsének tudod, hogy így beleülni egy ilyen dologba, azért az egy elég nagy uh, lak. De cserébe ez motiváció, hogy a lehetőleg jobban végezzem a feladatomat. Marci, így idéznék tőled, méghozzá azért, mert uh, tegnap a Tövisház Jambuson meg a Csapel Olivérrel beszélgettünk erről, hogy uh, a szenvedőművész művész És hogy uh, te is azt nyilatkoztad öt éve, vagy a, a hogy a Femkafénak, hogy hogy én nem tudom, hogy micsoda, de azt érzem, hogy leginkább akkor írok jó szöveget, ha nagyon lent vagyok. Ha fent vagyok, akkor ritkában jön ki. Ugye ezt öt éve mondtad, nem tudom, ez most mennyire igaz, hogy mindig rács. Hú, most pont azt mondtam a Gergőnek, hogy ne használjunk moláris skálákat, úgyhogy ö igen. E, bocsik, a moláris skálá, ez, 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 ez mit is akar pontosan? Hát ugye a van a szomorú akkor, ha én volt, tehát hogy ez szomorú de hogy mit no menno no, érted, hogy az meg, ugye, az meg, az mondjuk egy c durral kezdődik, és hogy az ennyi, hogy, 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 hogy pont ettől próbálok így valahogy megszabadulni, hogy Jézus már, ne, ne, akarok már még egy ilyet írni, hogy mikor fogok meghalni, úgyhogy én most ezen dolgozom, hogy így ez így jó lenne, és így szelektálom ki, és nézd, gyűjtöttem, az, azon folyamatosan gyűjtöm a szövegeket, hogy mit fogok írni, és 90% alá pokol, fekete, láva zsigerek, meghalsz, ott vagy. Én legkönnyebb így embrió. alkotni, hogyha kicsit szarul vagy? Szar. Hát, azt le tudom írni, tehát ezzel több a kapcsolódásom. Több a kapcsolódásom a szarral, mind a jóval, de nem feltétlenül ezt kéne tolni szerintem. Szerinted miért lehet az, hogy a, amit kicsit korábban is érintettünk, hogy, hogy a vadfruttikhoz jobban tudnak az emberek kapcsolódni, hogyha meg akarsz halni? akár szövegben, akár a színpadon, akár zenében, akár a hangulatban. Azért hallgattam a, 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 szám, a számokat, és néztem azt, hogy mik a legnépszerűbbek, mint a Spotify lejátszásoknál, és tényleg azt vettem észre, hogy a sötét szomorú számok azok, amik működnek. Hát mert sötét szomorú emberek vagyunk, lehet, hogy mm. amiatt, nem? <laughs> De közben itt üzmertem, és, és, gyakorlatilag egy ilyen tök felszabadult boldog embernek tűnsz, és ezért, ezért is érdekes nekem az, hogy az alkotásban miért nem tud ez jobban kibontakozni, és, és még a, most, a két évezeti is azt érzem, hogy ami Tök sok helyen tök komoly témákat feszeget ráadásul, ott is így kevés napfényt és vidámságot vélek felfedezni. Hát A át... nagyon mosolygósan bólogatsz. Igen, át kell valahogy ütni magamon, nem feltétlenül fog egyik napról a másikra sikerülni, de hogy szerintem érdemes. Tehát, hogy va valamikor neki kell állni, és akkor ugye azt mondani, hát azért nem kell minden pillanatban meghalni. Hát te tök. mikor kezdted ezt az átállást? Hát egy jó pár éve már dolgozom rajta, de... <súrítás> De úgy, úgy vagyok, egy civilben, én marhára vicces vagyok, tényleg, elájulok magamtól. Viszont amikor nekiállok írni, akkor valahogy mindig így ezek jönnek, így bazd meg minden. És akkor ez, ez és egyszer csak így, ez, így jön befelé. De Jank is mondta, hogy például elkezdtünk, most három dalt készítettünk el közösen, és mondta, hogy hát nagyon vigyázom kell, hogy ne vigyem el sötétbe. Nagyon vigyázom. Hát, ez, ez nem megy, Jank, egyébként, hogy ne vigyem el még sötétbe? Hát, uh, persze, persze, abszolút. Um, ja, ezen gondolkodom én is egyszer a, 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 az esti kornél az Áronnal valahol stúdióztunk, és akkor így kérdeztem tőle, hogy fiasz, szerinted. szerinted miért olyan kellemetlen ilyen megpróbálni valami vidám dolgot csinálni, amikor ugye arról van szó, hogy autentikus művésznek tartjuk magunkat, aki nem hazudik, tehát hogy azt mondja, ami van, és itt röhögcsélünk, és veszünk fel egy kurva jól érezzük magunkat, hogy, ho ho hogy hogy nem tudjuk ezt zenei formában kommunikálni. És amúgy én nekem erre nincs válaszom. Ő neki, ha jól emlékszem, az volt a válasza, hogy ha a dolgok ö, így jól vannak, vagy rendben vannak, az ember jól érzi magát, akkor arról igazából nincs nincs mit beszélni. Tehát, hogy, hogy az, az úgy... A jó az természetes. Én azt hiszem, igen, hogy ugye, a, a, a valami jó hogy Uh, ittunk egy pár fröccsöt, úgyhogy nem biztos, hogy pontosan idézem nyilván, de hogy, hogy valami ilyesmi, hogy, hogy ugye azt hiszem, hogy így működünk, hogy akkor, uh, akkor nyitjuk ki a füzetet, vagy gyűlünk oda a hangszerhez, amikor valami kimozgat, mármint, hogy nem ott vagyunk, ahol lennünk kell, hogy valami ugye nincs rendben, nincs balanszban, és akkor ezt a balanszt próbáljuk valahogy visszaültetni a helyére, és amikor viszont balansz van, és én is ezt érzem magamon, amikor azt érzem, hogy, hogy, jól érzem magam, hogy ülök otthon, nem tudom, nézem a virágokat, ahogy röpülnek rá rovarok, hogy úgy vagyok vele, hogy most így Erről nem fogok írni de hát, amúgy minek? Ez ott van, tök jó, amúgy bárki más is ezt megnézheti, ugyanazt fogja érezni, mint én. Úgyhogy ezzel küzdök én is, de nagyon motivál a, a művészi kihívás, mert nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy nem tudok vidám zenét írni, de 25 év alatt ez nem sikerült egyáltalán. Közel se. Tehát na, nagyon, nagyon, nagyon nehéz. A két évezeti lemezen van az Elég című dal, ami például egy komoly témát dolgoz fel, ugye ez a buzusról szól, és ilyenkor nem felmerül az, hogy, hogy amikor egy ilyen téma benned felmerül, hogy erről szeretnéd dalt írni, és ezt szeretnéd hogyan feldolgozni, akkor mi a, a fő motivációd ezzel, hogy magattól akarsz esetleg megszabadulni egy, 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 traumatikus élménytől, vagy esetleg abba akarsz segíteni másoknak, hogy ezt feldolgozzák, vagy valami teljesen másik motiváció van mögött, mert azért ez egy nagyon súlyos téma, pláne hogyha esetleg van személyes kapcsolódásod is a dolghoz. és neked azért van, van, és neked azért nekem, van egy van nekem, egy csomó. Igen, nekem van abszolút személyes kapcsolódásom, és ugye én meg nem tudom, hogy abban voltam, hogy figyelj, ezt most így le kell írnom. Kész, nem sokat gondolkodtam rajta. Van most egy ilyen mondás, szoktam mondani a többieknek, fi, úgy, hogy úgy gondolkodsz, úgy könnyű. Tehát, hogy... Azért úgy nagyon könnyű megcsinálni bármit, hogyha gondolkodik rajta az ember, de hogy én nem, nem, nem igazán gondolkodtam rajta, fogtam, csak aztán így leírtam éppen, ami egy eszembe most pont így nem tudom, be, be voltam is szorongva, én egy barom biztos, így feküdtem valahol egy ilyen viző magzatpózba, és akkor így azt, hogy na most vajon mi szorongok éppen, hajrá! Fogtam egy tollat, azt így elkezdtem írni, azt jöttek így a mondatok egymás után, hát akkor most éppen ezen szorongok, hálón jó napot kívánok, aztán lesz belőle egy dal. Csak azt mondom, hogy valószínűleg túl sokat szorongok, és emiatt írok ilyen nagyon sok szomorút. Ezt a szorongást te próbáltad bárhogyan is kezelni az elmúlt években? Igen, ezt... Hát én azért így megjártam elég sok ilyen pszichológust, meg ilyen pszichiátert, nem is tudom hány évig. 20. Már én most 46. 22 évig körülbelül. És mindig, mindig vannak ilyen szorongás. Hát, semmi nem, nem jók semmire. Tehát tényleg az van, hogy nagyon-nagyon súlyos sztorikat tudnék erről mesélni. Tényleg így az van, hogy így mész, és csak így néznek rá, hogy mi a faszon. Az egy hónapja nem aludtam, hogy segítsenek. Ah, tessék, itt van valami gyógynövény, ez szar. De onnan nem alszom, és már meg ember, már, izé, már így nem láttam színeket. Hogy így csináljunk már. Hát, vagy egy hónap múlva jöjjön vissza. Tudod, mikor majd felvagdalt az ereidet. mindig nem Én mindig nem alszom na jó van, akkor adunk valamit. És akkor ugye ez, és akkor az egyik ilyen dokitól így a másikig valami van, de hát, hogy azért az is látszik, hogy nem feltétlenül olyan emberek mennek orvosnak, akik, vagy ilyen, pszichiát, főleg ilyen pszichiátereknek, vagy ilyen a, a mentális dolgokkal foglalkozni, akiknek nincsenek mentális problémáik, hanem valószínűleg azon, hogy nekik is súlyos mentális problémáik vannak, ezért mentek el ezt megtanulni, hogy esetleg sikerüljön ezt kikezelni magukból, de nem biztos, hogy sikerült. És, és ők adnak tanácsot. És neked az, hogy a, van egy elképesztően sikeres zenekarodz, egy frankó szép családodal képzelem, ettől se lett egy picit jobb legalább az értékelésed vagy ahogy magadat látod a világban? Hát pont erről szoktunk is beszélgetni. Most is az volt, hogy most jövünk az autó és hogy épp erről beszélgetünk, hogy mondom a fiúknak, hogy aah, aah. ezt érzem, azt érzem, hú, szerintem most akkor mi lesz ezekkel a dalokkal, és akkor kell mondja az ő gondolatait. Szerintem ez egy igazán jó közösség, és hogy hogy ebben talán így, ebben fel tud szabadulni az ember, amikor sok olyan visszajelzést kap, ami, ami alátámasztja azt, hogy nincs oka félni, akkor, akkor az egy kicsit tud segíteni, de rengeteget kell ehhez beszélgetni. Megint ezt fogok idézni, jó? Ö, nincsenek bárcsak jellegű problémáim, egy van, ha akarok magamnak egy örök célt felállítani, akkor nyilvánvalóan az, hogy megírjam életem slágerét, egy omnipotens dalt. Nyilván ezt nem lehet elérni, ezért örök cél maradhat. Uh, Jank, szerinted mi egy omnipotens dal? Fogalmam nincs. Én azt sem tudom, mit jelent az a szó. Pedig figyelj, szó szerint idézve. Szó szerint az, idézve. Tudtam, hogy mit jelent. az a mindenható az omnipotens szerintem egyébként. Az a mindenható. Ja, Tehát az olyasmi lehet szerintem, mint a. I can get no. nincs még ilyen sláger, ami egy ilyen abszolút ultimate sláger. Nem értem még soha. Hát bizt, írtam már slágereket, van, hogy ált, tehát, hogy az, 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 az áltimént, tehát tudod, az az, az az egy. De nincs olyan egy, szerinted? Hát nincs. Szerinted Yangs, hát van, vannak slágereink, de hogy az az egy nincs. Még. Young van olyan vatfutik aminél, aminél amin jobbat nem fog tudni már Marci írni? Vagy, vagy te, te segítséged se? Egyáltalán nem tudom, hogy mik azok a slágerek, meg, hogy ez... Fogalm nincs, én ez nem, nem tudom. Én nem tudom. Meg amúgy semmi döntjük el, az emberek döntik el, hogy, hogy mit hallgatnak sokan. Én nem tudom ezt megítélni, sose, sose, próbáltam. Én mindig arra figyelek, hogyha én csinálok zenét, hogy én mit érzek, és mit akarok, hogy az ember érezzen, hogyha a zenekarral dolgozunk, akkor meg, akkor meg arra figyelek, hogy benne legyen a zenében az, ami, aminek benne kell lennie. Aztán, hogy ezzel hányan csatlakoznak, azért azt tudhatjuk, hogy a, hogy a a, slá egy, a, slágernek a slágersége az rengeteg más faktoron múlik magán a dalon kívül is, úgyhogy e, íreleváns irreleváns, nem foglalkozom ezzel semmilyen szinten. Akkor most szóval megint fogunk, ezt még kicsit még ezt ütném ezt a témát, mert hogy tök érdekes, hogy experimentális és elektronikáról beszélünk, de mégis van még benned egy ilyen vágy? Hogy... Most épp nincs. Aha akkor az elmúlt akkor, hogy megérni az Ultimate de, Pop pop Akkor, biztos, biztos volt egy ilyen vágyam. Ez 5 éve ezelőtti interjúban igen, van szó. Biztos volt egy ilyen vágyam, de nem hiszem, hogy akkor az pop lett volna. Tehát az, hogy sláger, hogy azért sok minden lehet sláger. Érted? Hogy mit tudom én -e mondjuk az Apex Twin-től a Come to Daddy Szóval az egy sláger szerintem. But, uh, uh, igen, ez végül is, tehát nézz a pont kérdés, hogy mit, egy réteg, réteg, zenében slágernek számít mondjuk. És az egy omnipotens, aha. érted? Az egy himnusz, úgymond. Aha, az egy... Na, hát erre gondoltam aha. igazából. Ja, melyik a, a legismertebb? Melyik, a vadfuttik himnusz szerint ez? Szegény. figyelj, milyen, milyen számok vannak? <laughs> Nem, csak viccelek, és már tudok ötöt is fejből. <laughs> uh, szerintem, nyilván az alapján tudom megítélni, hogy a koncerten mire, hogy reagálnak az emberek, és uh, ez változó, ez a, az, hogy ez egy, ez egy vagy egy fesztivál rendezvény, ez így változó de én azt gondolom, hogy hát valószínűleg egy kicsit ilyen, ö, hogy is mondjam, nem objektívan nézem, egy személyesen én a nekem senkimet nagyon szeretem, én ezt mindig őszinte átéléssel játszom, és azt így át tudom érezni, mert pontosan emlékszem, hogy amikor ment, akkor az milyen volt, meg nem tudom, és én azt nagyon szeretem, és én érzek abban egy, egy, egy eléggé instant energiát, amikor az a dal elkezdődik koncerten, akkor még a fülmonitoron keresztül is hallom általában, hogy visítanak az emberek. Azt gondolom azért csinálják, mert örülnek neki. Úgyhogy az egy, az egy, az egy instant power, azt így érzem. az különbözik. A többinél, a többinél ezt ennyire nem érzem, hogy az első hang, és azonnal így megnő az energiaszint. Úgyhogy én azt, ja, azt emelném. Marti, szerinted melyik az, ami leginkább a, ami, ami az omnipotenciához közel álló vadfruttik sláger? Számomra? Uh -huh. Nekem a kedvenc az elválaszt. Én azt szeretem a legjobban. De hogy biztos azért, mert abban olyan sok mindent tudtam belefoglalni, vagy tudtunk belefoglalni, ami, ami, amiről azt gondoltam, hogy az a, a, zene. Mikor jön a következő lemezben, akkor viszont ezzel a felállással még azért egy nagy lemez várat magára szerintem. Ez ügyben tartotok valahol? Igen, mert ezt nem beszéltünk meg, hogy... Mi... mindjárt mit... a díztat, Igen, Nem beszéltünk meg, hogy mit beszéltünk erről, de szerintem úgyis tök mindegy. Uh, dolgozunk rajta folyamatosan. Tehát az biztos, hogy szerintem mindentől számítva egy éven belül, hogyha nem áll össze egy lemez, akkor elbasztunk valamit szerintem. Szóval rajta vagyunk nagy erőkkel, uh, mindenki a saját uh, eszköztárával, energiájával, idejével folyamatosan dolgozik az új ötleteken. Vannak besedulálva uh, próba sessionök, session, tehát van már egy timing, és én szerintem abszolút így fordulunk rá, tehát ez, ez, ilyen napi heti szinten beszélünk erről, meg dolgozunk ezen, úgyhogy uh, kizártnak tartom, hogy, hogy ne fejezzünk be egy kurva jó anyagot egy néven belül. Marci, mennyire lesz uh, inkább elektronikus fókuszú, mint, mint rockzanei fókuszú, ha egyszer elkészül az elemez? Én nem tudom még, hogy milyen lesz. Vagy, tehát, hogy, hogy vannak ilyen nem tudom, referenciapontok, meg hogy leírogattam, néhány dolgot, hogy, hogy vajon, de hogy, hogy, a legvégén, hogy hogyan fogjuk hangszerelni, én azt nem tudom. Tehát itt biztos, az a... egy hogy hibrid lesz, hogy vegyes minden. A szélsőségek biztosan lesznek. Meg, tehát, hogy nem hiszem, hogy lesz egy egyértelmű balansz egyik vagy másik irányba sem. Már csak azért, mert azért sem, mert hogyha csinálunk egy valamit, akkor a következő már nem lesz olyan, mint az előző. Mármint, hogy minek csináljuk meg még egyszer ugyanazt. Úgyhogy ilyen módon szerintem ez, egy divers, ez egy divers lemez lesz, hogy ez is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok! Szeretnék egy nagy tapsot kérni Likó Marcinak és Ervold János Janknak és és Orfűnek is megköszönjük, hogy itt lehettünk a, a Telexaftárral és köszönjük, hogy ilyen sokan itt voltatok! Érezzétek jól magatokat az Orfű utolsó napján! Bulizsztok egy nagy kiadósat még így a végére! Sziasztok!